Sziasztok, üdvözöllek benneteket itt G-Tomi001, és újra itt vagyunk a Mobius Final Fantasy-be, Palamécia világába, ugye legutoljára Mecha Reactor 3-ba voltunk, az upper levelbe, és most a middle levelbe fogjuk folytatni az utunkat, és csináltunk egy upgrade-ot, ugye a castunknak a harcosait felturboztuk, ugye Dark Knight helyett lett a Samurai, a Thief helyett lett a Assassin, és a Dark Mage helyett lett a Red Mage, és ki is próbáltuk ezt, ugye, nagyon jó kis harcosokat kaptunk, és játékon kívül újra skillseedekhez jutottam, ugye a Gigantuar Terrace-be, a Mystic táblák, misztikus táblák segítségével, ugye, és újra fejleszthessük a dolgaikat a hőseinknek, a kasztbeli játékosoknak, akikkel visszük a story módot. Ugye itt voltam, ugye játékon kívül a Gigantuar Terrace-ben Limit Reached, lejárt az időm, itt kidob minket a világ térképre automatikusan. Ugye és a múltkori videóban bemutattam, hogy kell fejleszteni, itt a legjobb fejlesztőhely egyenlőre a Gigantuar Terrace-be. Igaz, hogy 4 ponton fejlődünk csak, 4 pontot érünk el, de az óriás kaktuszok elleni harc rengeteg skill seedet és hatalmas szorzót ad nekünk. Így pillanatokon belül meg tudjuk szerezni azt a mennyiségű skill seedet, amennyit szerezhetünk mindenféle elementből, de hát fogjunk is neki a dolgoknak. Itt megkérjük a Mako Reactor 3-ot, megkeressük, itt van, kérem szépen. Így, és a middle level, az upper level megvan, és jöhet a middle level, teleportálunk is ide, erre a helyszínre. Na nézzük. És ezzel fogjuk folytatni, de mielőtt megtennénk, a skill panelbe bekukkantunk, mert mivel említettem játékon kívül. Egy pillanat, Cloud, you are right, is it your memories again? I'm fine now. I stopped thinking about the past. You were right, memories are supposed to fade away. Let me ask you again, are you sure you are alright? Yeah, I just got tired of moping. What if I can't remember more than half of my past life? I'm here now, I have a mission to complete, I'm a soldier. That's all that matters. What if you recover all your memories? It won't change anything, I am what I am. I would tell you to take it easy, but you won't listen to me anyway. I'm glad we understood each other. Jaj, volt egy kis eszmecserénk Cloud-dal, ugye a Final Fantasy 7-esből, de mielőtt folytatnánk, ahogy említettem, a middle level, Mako Reactor 3 middle levelét, középső szintjét, még a skill seedeket hozzáadjuk, a többi lesz, egy 2800 skill seed, így, és a skill panelokat megnézzük újra a dex-ben, dex alatt, ugye, itt vannak a hőseinknek a skill panelja, a tulajdonságot, amiket lehet fejleszteni. Na és nézzük először a Assassin-nek a skill panelét, hogy minden megvan, ami a mindent begyűjtöttem, ami szükséges ehhez a megnyitáshoz. Itt a Enhanced Ultimate Level Up és Nagyar Plus Upgrade, ez egy új fegyver lesz. Ugye a jobb felső sorokban, akkor lehet Auto Unlock. Super! The Resist Win Attack plusz 10, HP-sz plusz 100, Break Power, nagyszerű, és New Job Dancer, ezt meg is nyissuk. Skill panel complete, everything new form power. Igen, menjünk vissza. Ugye nem volt hosszú életű nekünk ez az Assassin, Dancerhez érkezünk ide. Ezt fogjuk választani. Na nézzük, miben különbözik. A HP-nk elég jól felment. Húha, az attack, kérem szépen, az viszont lement. A támadás, a break power is lement, és a mágia is lement. Többi ugyanaz. Tehát a HP-nk az maradt fent. Ha mindegy, fogom ezt választani, ezt a Dancert. Kaptunk bizonyára egy új fegyvert is, igen. Egy két csillagosat. És mindjárt megnézzük, mi a különbség. Hát nem, egyenlőre marad a négy csillagos fegyver. Ugye ezt nem választjuk. És át is térünk a másik, bocsánat, átérünk a másik kaszbeli
játékoshoz. Ide, kérem szépen a szamurájhoz, szamuráj skill paneljához így, és itt is megnyitunk minden. Unlock, jó. Minden, ami szükséges, megvan, hogy Dragon új játékos, Dragon kapjuk. Na nézzük. Skill panel komplet, new font power. Menjünk vissza, és kiválasztjuk ezt a Dragont. Volt a Samurai, Samurai itt a Dragon, de nézzük. HP-nk 3789-re, attack az lement. Brain power is lejjebb ment, kicsivel. A Magic az viszont följebb ment, és a Defense is lejjebb ment. A mindegy választ tesztet. És a kardok közül... Oké. Okay. Egy kard érdekel. Egy új kard, ami megint csak gyöngébb, mint a Masamune. Így visszatérünk a Masamune. Rá, így. És még nézzük a Mage-et. Skill panel. Auto unlock. Scholar, new job. Fantasztikus. Crystal, háromszor. Oké. Okay. Úgy nem volt hosszú életi az a előző dolog. Nézzük, válaszol ki a Scholart. Így. Hát HP-ja nagy, magas neki, igen, a Break Power. Hát nem tudom, ez mintha... Vagy ez nem értem. Na mindegy. A HP 3940-re ugrott fel, attack az lejjebb ugrott, jóval. Break Power, hát kipróbáljuk ezt, a Critical Chance is lejjebb ment. És a mágia is. Hát nem tudom, kipróbálom ezt a Scholart. És megnézem, hogy mennyire fog működni itt a dolog. És kaptunk egy új fegyvert is. Ez viszont megint csak gyöngébb, mint az előző fegyver, úgyhogy vissza menjünk erre a fegyverre, ami van. És nagyon-nagyon gyöngék lesznek. Akkor viszont... Akkor viszont visszatesszük az előzőeket. Itt van a skill panel. És mindegyikhe vannak ezek a speciális tulajdonságok. Na most, amit én megnyitottam, a speciális tulajdonságok, ezek a... Az a szamurájnak, ez volt a speciális tulajdonság. Úgy szerintem visszatérek a szamurájhoz. Azt fogom egy ideig használni. Samurájt, mert neki nyitottak meg ezek a spéci tulajdonságok, amik vannak, ugye? Defenzis, jó. Itt visszatérek a Assassinhoz. Jó, rendben van. És itt pedig visszatérek a Red Mage-hez. Mert ha megnyitunk egy bizonyos szintet ebben a custom-ben bévül, akkor a következő skill panel ahhoz a custom tartozik, amit előzőleg megnyitottunk. Tehát erősödik az a custom-nak a szereplője. Oké, okay, Red Mage, Samurai és Assassin maradnak így, ahogy vannak. Még ahogy kicserélem itt a kártyákat. Na, ide teszek egy Wind kártya, vagy a... Nem is tudom, melyik lenne jobb. Megnézzük, ez milyen kártya. Gilgamesh, single target attack. 8-as szinten van. Úgyhogy szerintem ezt fogom választani. Így. Jó. És ide pedig a gyógyító kártyák jönnek. Nagyon jó kis csapatot alkotok itt.
Oké, és ez a Wedge gyógyítókártya, és a Night of the Luan természetesen. De itt a 18-as szintűt fogjuk használni, így. Mindig a legalacsonyabb szintűt fogjuk használni, hogy azt fejlődjön minél gyorsabban. A 22-es szintű is. A többi az maradhat. Itt is azt hiszem, hogy 18-as. Nem. Itt maradhat a 22-es szintű. Visszamegyünk, így. Maradnak ezek a tulajdonságú kártyák itt. Maradnak a kardok is, minden rendben van. És folytassuk az utunkat a Mecha Reactorba, a medium levelbe. Exclusion Zone-hoz, északra. Úgyhogy fussunk is neki, gyorsan. What is one sighted? És szamurájjal fogunk harcolni. Ultima, Mogul, Dipper, Vége. What is one sighted? Játék Haste. Így. Gyógyító. Sugorjunk is neki a dolgoknak. Ugye a következő job az megvan, a következő karakterek megvannak, de viszont ahhoz a karakterhez, ahhoz még nagyon kevesek vagyunk. Úgyhogy, tehát kinyitunk egy karaktert, megcsináljuk a skill panelt, ugye? Kinyitunk egy karaktert, akkor annak a karakternek a skill panelja a következő oldalon lesz. Tehát most a szamurájt erősítettük teljesen azt, amennyire tudtuk. Jó, hogy... de durva karakterek vannak itt, gyerekek. Jajajaj. Minél többen vannak az ellenfelek, annál jobb. Érdekes japán jelet ír ki, ha megüssük a karaktert valamilyen szinten, nem tudom, mikor van ez a dolog. Ezt a szamurának van ilyen alvo ability-je. Az alvo ability-ek a tulajdonságok, ez gond tulajdonságok, amiket nem mi használunk, hanem ő maga használ. Közben fejlődnek szépen a kártyáink is, mi is vele együtt. Hápink 3204-szer, támadás 318-ra, break power 165 pontra ugrott fel, ami nekünk nagyon-nagyon jó. Nézzük, mit kapunk. Gigantuan 3 csillagos. Jill 10.000. Jillből van akármennyi, úgyhogy ez nem probléma. Folytassuk az utunkat északra tovább. Exclusion Zone 2-eshez. És ahol Claude vár minket. Wind Swarm Sighted. Finishing Touch. Húha, sok itt a Wind elementes. Ezt fogom használni, ezt a mogult, Dread Mogult Water, ezt fogom kölcsönkérni a zona játékostól. Fussunk is neki a dolgoknak gyorsan. Ó, de durva. Nagyon durva. Alig várom, hogy felmenjen a Limit Break, nagyon jó kis strike-os tulajdonság. Itt van, itt volt az a jel. Ez japán jel, nem tudom mit jelent pontosan. Ó, igen, mikor a föld elementet használjuk, akkor jön elő. Ó, igen. Megint.
154 ezer szkort írtunk el, nagyszerű. Nézzük a többi dolgot, amit vannak. Ó, a kártyánk is előrik rendesen. Mi is vele együtt. Hápping 3223-ra, a támadás 320-ra, Bakeroll 167-re, és a varázslók 368-ra ugrott fel. És most nem kapunk annyi. Ugye itt van a 9609 water skill seed, hogy éppen elég volt nekünk. Annyira fejlesztettem ki játékon kívül a skill seedeket, hogy éppen annyi elég, hogy átvetérjünk a másik szintre. Itt van egy elixir. Ide maradunk a samurajnál. Van itt Red Alert. Jó, bekapcsolódott a riasztó. Nem probléma. Another alarm, this is getting old. You know how to stop it. Turn it off and move on. Got it. I will go for an distracting car, looking the way around. Thought I won't stop you from going straight if you think you can hurt the enemies. Thanks for playing the bait every time. I will give you a reward later if you want. What's the reward? You can take me on a date. Oh, no, seriously, what's the reward? You really don't have to listen to what she says, you know, I don't... No. Akkor megyünk, kikapcsoljuk a switch-eket, megtaláljuk a gombokat szépen, hogy kikapcsolja aztán a riasztót, alért a switch, húúú, mennyi van itt. High sex zone. Hűha, lesz mit itt csinálunk, úgyhogy fogjunk is neki. Szerintem össze megyek, hát nem is tudom, hogy hogyan kezdtem. Szerintem megyek éjszak meg először. Fire Swarm Sighted. Jó! A Drift Buster, nagyszerű. Ezt a kártyát kéne megszereznünk, ugye? Aeris kártyát. Ami a Greatest Summon kártyák között van a shopban. Summon kártyáknál. Szerintem a... Oha, itt fogom használni ezt a spéci támadást, úgyhogy már is. Ice Strike. Ki is végeztük őket. Ennyi volt. Ó, itt van egy kettő sárkány is. Nagyszerű, mert nagyon örülök. Ez gyorsan megment. Boss battle. Oké. Főnök harc. Hát ez nem semmi volt. 492 000. Fantasztikus. Kártyánk is fejlődnek. Húha, rendesen. Úgy vele együtt, Hápping 3249-re, támadás 322-re, Brick Cover 168 pontra ugrott fel, és megyünk is tovább lassan, haladunk. Új kártyát kaptuk, Security Ramuk Squad. Fantasztikus. Több új kártyát nem kaptunk egyenlőre, nem probléma. Na nézzük, mit rejt a ládikó. Főnyitom kétszer. Megyünk is tovább, szerintem éjszakra is, természetesen. Ice Zone 2-es.
What a swan sighted. Is assassins. Do we pass now anymore? I suck, psych. Flame Fury, pass now, Satan, Edge. Cserélkeznek a karakterek. Assassint választottuk erre a feladatra. Nagyon komoly kis ruházata van neki. Hűha, lesz itt mit csinálni. Még több ellenfélel győlik meg a bajunk, de nem baj, minél több ellenfél, annál több experience pont, annál jobban fejlődünk, ami neki inkább jó. Ez az. Megvan ez is. Tehát a harmadik kör a squad. Színűd a katonák, ugye? Akikkel nem van könnyű végezni. Gyógyunk magunkat. Közben elsősük a assassinét. Ó, ez durva volt. Wow, szuper! Illetve a negyedik kör. A fák! Egy dupla annyi ellenfél van, mint amennyi volt ugye. A Mechoractor 3 after levelben. A middle level, akkor a lava levelben mennyi lehet? Húha! Tehát háromszor annyi? És végeztük, napszerű 559.000 és még nincs vége a harcnak. Lehet a rekordot fogunk dönteni szkorban. Gyorsan ki is nyírunk. Ó, de durva, 654.000 pont. Nem tudom, lehet, hogy új rekordot döntöttünk, meglássuk. Már is meglássuk. Igen, új rekordot döntöttük, 20.000-re megdöntöttük a saját rekordunkat, ami nagyon jó. Tárkánk is fejlődik szépen. És vele együtt, HP-nk 3512-re. Hát, 266-ra béka, vagy 243 fontra ugrott fel, ami nagyon-nagyon jó. Újabb kártyát nem kaptunk, úgyhogy nézzük, mi van a ládikóban. Éter 3-szor. Water skill szín. Wind skill szín. Nagyszerű. High Security Zone 3. Megint tartunk szépen most nyugatnak. Kicsinyenként, de biztosan. Wind Swan Sighted újra. Megnézzük, mit tehetünk a Red Mage-el.
Tökéletes, hogy a feladatra a Red Mage-et fogjuk használni. Várjuk. Megnézem, hogy az-e van beállítva a Red Mage. Hát... Long information. Igen, Red Mage ott van, a Red Mage. Úgyhogy neki is ugorhatunk a dolgoknak. A ponton kártya nincs, amilyen fog tölleni, úgyhogy maradt a fejt kártya, a gyógyító kártya, ami nem is rossz. Na nézzük! Ment a spéti tulajdonságunkat, el is használom. Kérsz fel. Kivégzés, nagyon-nagyon durva kivégzés, nagyon és uraim. Mindjárt a negyedik kör. Szuper. Nagyszerű. Nagyon jók ezek a gyógyítókártyák, nagyon örülök neki, hogy megszereztem az egy kártyát is, és a másik a Knight of the Round kártya. Ez durva volt. Ugye a boss battle, főnök harc. Mennyien lesz a kármon, nagyszerű, örülök neki. Na most én gyövök. Trial spell. Úgy a kérdezés is 652.000 pont. A score. Ez azt hiszem, most nem döntünk rekordot. 654.000, 652.000, 2000 ponton ilyen nem döntöttük rekord, nem döntöttük rekordot. Nem probléma. Hú, azért mennek fel, rendeltem egy experience pontot. Újabb kártyát nem kaptunk. Folytassuk is az utunkat nyugatra. Ebből egy kicsit egyszer. 5000. Fáj, 5000. Na nézzük! High Sex Zone 4-es. Itt is van egy ellenfél. Boss fight lesz itt is. Earthworm Sight itt tökéletesen megfelelne. Meg is felel. Úgyhogy marad a Red Mage. Erre a feladatra.
high shift. Nézzük, milyen gyógyító kártyák van a Brave. Nézzük ezt a Brave kártyát. A más kártyát meg nem tudunk feltenni, ugye? Úgyhogy... fussunk is neki a dolgoknak. Szuper. De a következő. Gyorsan lement. Biztos, erősebb karakterekkel vagyunk ugye, és magasabb szinten is. Minél magasabb a szintünk, annál erősebbek is vagyunk. Úgyhogy, ez nagyon-nagyon erős. A negyedik kör, ahogy vannak a mágusok. Már nagyon komoly kis mozdulataik vannak, úgyhogy amikor lebeknének a főfelet, energia venni körül őket, ami mozgassa a ruháikat. Ahogy jöhet megint a főnök harc, természetesen. Kihagyhatatlan. De nagyon jó dolog különben a főnök harcnál, az adja a legtöbb pontot is ugye, a sport. És azt hiszem jöhet egy... Chine spell újra. Wow, kis végeztük őket. 574 ezer. Szkort értünk el, nagyon jó, hanem több mint 500 000. Nagyon durva pontokat össze lehet szerezni, úgyhogy... 1.3414-re, támadás 273-ra, Brake-val 238-ra, és a varázslat 423-ra ugrott fel, ami nagyon-nagyon jó dolog. Új kártyát nem kaptunk. Nézzük a ládikót. Ebből is kicsit egyszer. Light 5000. Dark 5000. Hát kaphatnánk mondjuk summon ticketet is, annak is örülnék. És folytassuk az útunkat nyugatra, újra. Isaac Zone 5-ös. Itt lesz egy... Ó, itt mindenféle ellenfél lesz, úgy látszik. Több fajta lesz. Uha, Swan Sighted. Ugye szerintem ide a Samurai lesz a legmegfelelő harcos erre a területre. Brain Agitosban nézzük, mit vannak itt. Csupa-csupa gyógyító kártyát, hát akkor nézzük Agitos Bondot. 5-ös csillagos kártya. Nagyon jók ezek a kártyák. Nagyon sok tulajdonságot bírnak, ami előre visz minket a harcba, a támadásokba. Ugye most cserékezünk, most jön a Samurai. Szamorú Samurai a Masamune karddal, ugye, Sephiroth kardjával.
Not serious. Super. Fantasztikus, gyert a harmadik kör. Tovább ezek könnyűk lesznek, ezek is ellenfelek, a méretüknél fogva. Úgyhogy ezeket nem nehéz legyőzni. Ahogy itt gondoltam. Elnézést, csak egy picit taknyos vagyok. Na nézzük. Felgyorsítjuk egy picit a játékmenetet. Ó, és kettő skorpió van. Juha. Ez durva. Sonega. Úgy lehet, hogy kicserélem a kártyát a... A jég kártyát kiserélem díj kártyára, tehát levegő kártyáról a szamurájnak, úgyhogy nem tudom, van-e rá esély, most nem emlékszek rá pontosan, hogy nem adnénk. Csinálunk egy kis... igen? Akkor gyert egy Ice Strike, szerintem valaki is végzem. Nem sikerült kivégezni. De most igen. Gyert a boss battle, főnök harc. Húha, van neki telegen, itt kellett volna hagynom a... Nem baj, ki van végezve, már csak egy hiányzik. Hát... Nem volt hosszú menetében ez a főnök harc, pedig volt itt elég ellenfél, úgyhogy... De valahogy igen-igen gyöngének minősültek szamurájunkat képest. Új rekordot emelítottunk, főszkorba kártyáink fejlődnek kicsinyenként, így. Mi is vele együtt, 3276 a HP, támadás 324, break alatt 170 pont. Ugrott fel. Nézzük milyen, hát újabb kártyák nincsenek, vagy két csillagos kártyánk, többi egy csillagos, ami most már nem jelent sok mindent, ugye? Nézzük, Wind Fractal 4 csillagos, nagyszerű. Ez egy jó dolog, Éter 3. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Folytassuk az utunkat, gondolom, délre. És megnézem a kártyát a szamurájnak, hogy ki lehet a cserélni, hogy kompatibilis egyáltalán a... Na nézzük. Dex. Itt. És kérem szépen, ide egy Wind kártyát kellene rakni. Hát igen, kompatibilis, ami nagyon jó dolog nekünk. Egy Wind kártyát fogok rakni, és mindjárt meg is nézzük, hogy meddiket. Amelyek nem area attack, hanem single cone, Wind attack. Ezt nem. Arreáltak, ez sem. Gangnail. Single target wind attack. Ez jöhet. Ez jöhet. Oké, jó. Menjünk is vissza a harcmezőre, hogy folytassuk az utunkat. Délre. High Sex Zone 6-os Force, ahol itt is mindenféle ellenfélre találkozhatunk. Töljünk is neki a harcnak. Mindegy ilyen kártyát válaszol, mindegyik jó lesz. Kiirgáz Gorinák, Bix. Válaszok a Bix-et. Na nézzük.
gyógyítókártyából van elégünk, hogy azt, hogy nem választunk. Nézzük! Szégudan, mondd, hogy viszlátsz! Fantasztikus. Ez durva volt. Ugye a harmadik kör. Ah, itt vannak a Shinra katonák. Egy ilyen napon reaktorban lesz a Shinra. Midgarhoz tartoznak. A Shinra foglalkoztatta őket, ugye. Ő feladatuk megvédeni a Mako reaktor. Oh, szuper! Gyertem el egy kör. Megint csak hatalmas, nem is van hatalmas, de nagy szörnyek vannak. Középerőségűek, úgyhogy vannak azok kisebbek, ugye? Vannak középerőségűek, és vannak a nagyok. Extra nagyok. Ezek a bosszok, többnyire. A szörnyek harcok. Jó, gyönyörű. Köszönöm fel meg a spéci tulajdonságunk is, amit a következő többet fogok elhasználni. 175 ezer szkornál járunk, itt fogom elhasználni ezt a kulcsot. Na nézzük! Ice Strike! Egyre kivégeztük őket. Hú, és kettő sárkány is van itt. Egyre izgalmasabb, ami nagyon-nagyon jó. Már nem annyira. A gyorsan két végezzük őket, nagyon jó az a szamuráj különben, és a többi Assassin is jó, és a Red Maid is jó. Jó, jön a boss fight, főnök harc. Szerintem az megint csak egy-kettő meg lesz, nem kell izgulni. Nagyon gyöngyű, nagyon gyöngyű. Szuper! 405 ezer pontot értünk el. Kártyánk is fejlődik rendesen. Na még egyszer, így, még egy szintet. Ó, oh, nézze, 698 experience pont, nagyszerű. HP-nk 3311, de Temora 320, a BKV 178, és a varázslat 360 pontra ugrott fel. Nem nézzük, milyen kártyát kaptunk újat, semmi újat nem kaptunk most, nem probléma. Nézzük a ládikót, mit rejt. 5 fraktál, 4 csillagot, nagyszerű, ability-tiket egyszer. Nyugatnak vennénk az utat a Highsec Zone-hoz. Van egy aranládikó, de most itt be is fejezem a végigjátszást, mivel letelt az időnk. És hát nagyon örülök neki, hogy a skill panelokat újra meg tudtam nyitni, tehát a szamurájnak a tulajdonságait. Ugye és a legközelebbi jobot is meg tudtam nyitni. Ugye? Úgyhogy itt lehet látni, hogy itt mutatom a Dex. És itt a skill panel.
Ugye itt voltunk a szamurájnak, itt mutattuk meg a tulajdonságait, tavaly együtt a dragont megnyitottuk. A dragon csak akkor fogom használni, szerintem ezt a tulajdonságot megnyitjuk neki, és aztán itt lesz valami még. Unlock a szívügy, pick up available future update. Itt is lesz valami, csak még nem tudjuk, hogy mi. Úgyhogy egyenlőre visszamegyek ide, a helyszínre, és hát bízok benne, hogy tetszett nektek ez a végigjátszás, ez a videó, és legközelebb is velem fogtok tartani. Újabb skillseedeknek a megszerzéséhez fog hozzájárulni majd, újabb skillseedek megszerzését fogom sürgetni, minél hamarabb legyenek meg. A Mystic Tabletből már nincs olyan sok nekünk, ugye sokat nem pazarolhatunk, sokat már nem tudunk harcolni, ugye a Gigantor Terrace-be. Minél többet megpróbálok megszerezni, és hát bízok benne, hogy legközelebb is fogunk találkozni itt. És búcsúzó, sziasztok, és jók legyetek!